Köszöntöm hallgatóinkat, ez a Rákeltérítő, a Telex egészségügyi segítő podcastja. Én Markovics Ferenc vagyok, én már 6. éve ráktól élő, kemóztak, sugaraztak, többször megműtöttek, meggyógyultam. Sorozatommal arra keresem a választ, hogy a betegeknek milyen testi, lelki és orvosi dolgokra kell figyelnie, ha szeretnének meggyógyulni. Saját példámból is tudom, hogy mindig van remény, soha nem szabad föladni, és hogy milyen sokat segíthet egy-egy sikeres eset megismerése. Ehhez híres népszerű személyiségeket, érdekes civileket hívtam meg, ha lehet orvosaikkal együtt, hogy meséljék el túlélési történetüket. Tehát ez a podcast Grecsó Krisztiánról szól, és ebből az alkalomból az asztal körül ül Petrányi Ágota onkológus, Kapitán Zsuzsa gyógytornász, Grecsó Krisztián felesége Árvai Judit, és maga az író, aki miatt most mindannyian itt vagyunk. Az a helyzet, hogy muszáj egy személyes indítatással kezdenem. Én is most már 6. éves ráktúlélő vagyok, és a feleségem végigcsinálta velem ezt az egész történetet, nagyon kemény volt, és hát az a vicces, hogy ő karcinofób. És ráadásul azt mondta, hogy nem hallgat meg egy darabot se ebből a podcastból, mert minden tünetet azonnal felfedezni vél magán, hogy nálatok ez hogy volt. Tehát van-e valami ilyen terheltség lelkileg, vagy teljesen sima ügy volt? Én olvastam most egy cikket, ahol a Judit azt mondja, hogy semmi különös, és ez az élet normál része, hogy az emberek időnként betegek lesznek, tehát ebből a cikkből arra következtettem, hogy viszonylag jól átvészeltétek. Nyilván mindenki máshogy reagál ilyen esetben. Én nálam szerintem egy robotpilóta kapcsolt be, és akkor csináltam, amit helyesnek láttam, amit gondoltam. Tehát nem emlékszem, hogy kétségbe estem volna, sőt, abban egészen biztos voltam, hogy nagy baj nem lehet. Tehát tudtam, hogy nem lesz fáklyásmenet, és akkor csináltam tényleg, amit kellett, vagy amit mondtak, illetve volt egy nagyon jó tanács a nővéremtől, aki azt mondta, hogy egy dolgot tud mondani, hogy egészségügyben dolgozik ilyen jellegű területen, hogy mindig csak a következő feladatra, a következő lépésre koncentráljunk, és semmi másra, tehát nem kell teóriákat gyártani, vagy előre félni, vagy előre aggódni, hanem van egy lépés, és szerintem ez segített nekem is. Úgy tudom, amikor Krisztián beteg lett, akkor még ketten voltatok. Igen. Mennyire fordult föl kettőtök élete? Hát nyilván teljesen, tehát hogy ez át kellett strukturálni mindent, de Krisztián nagyon ügyes volt szerintem, és elfogadta ezt, tehát hogy ő is, nem tudom, sodródtunk az árral, vagy ráült, meglovagolta a hullámot, nem tudom, tehát hogyha ez van, akkor ez van, és hát persze ez kellett egy nagyon jó munkahely, vagy kettő, hiszen mindkettő munkahelye, meg rengeteg barát és a család, tehát hogy nagyon sokan segítettek, egészen megdöbbentő volt, olyanok is nyilván, akikre nem is gondoltunk volna, vagy eszünkbe se jutott volna, hogy ha baj van, akkor előbukkanak, és az egy eléggé csodálatos dolog. Nem kérdezem meg, mert nagyon sokszor megkérdezték, és elmondtad, hogy derült ki, hogy egyáltalán beteg vagy. Ugye ez bizonyos epizód a Ferdinándhídon, amikor felfedezted ezt a nem túl barátságos dolgot a nyakadon, de arra lennék kíváncsi, hogy mit tettél ekkor. Fölhívtad rögtön Juditot, vagy gondolkodási időt kértél magadnak, és némi szünetet tartottál a felfedezés után? Nem, egy intenzív és legyűrhetetlen pánikrohamot tartottam, ami nem akarta semmi módon csitulni, és aztán elmentünk valamelyik kórházba, nem emlékszem már, hogy volt minden esetre... Hívtalak, persze, és akkor elmentünk, ott is próbáltak nyugtatgatni, ott akkor csak nyálkőre gyanakodtak, meg mindenféle ilyen, de valahogy lehetett érezni, hogy ez nem, tehát hogy ez így nem jó, valami nincs rendjén. Tehát valami belülről súgta, hogy ez más. Meg ahhoz nem kellett orvosi diploma, hogy lássam a méretén, és érezzem a tapintásán, hogy ez nem nyálkő. Tehát, hogy lehetett érezni, hogy itt valami nincs rendjén. Az valóban szokatlan volt, hogy ilyen egyik pillanatra másikra került elő, azt ugye az abba lehetett kapaszkodni, hogy egyik pillanatra másikra daganat nem nő ki a nyakon. De hát ugye aztán, mint kiderült, ugye a billentő izmok mögül, jól mondom, Ágota, a billentő izom mögül ott fejlődött, és onnan bújt elő. De hát ez annyit jelentett, hogy valóban egyik pillanatra másikra lecserélődött az életem, akkor még mi bejártunk dolgozni, tehát azért ez akkor még föltűnő volt. És az utolsó pillanatig szerkesztettem azért az ést, ameddig győztem, tehát hogy az élet és irodalmat, addig azt csináltam, és azt hiszem a tévékritikákból például arra nagyon büszke, hogy egyetlenet sem maradt ki. És azt azért akartam, nem kevem várták el tőlem, azt azért akartam, hogy valamiféle folytonosság még maradjon, hogy valamivel tudjam magamnak, vagy valamivel emlékeztessem magam az előző életemre. Valami kapcsom legyen hozzá. Tehát a betegséged alatt egyetlen TV kritika sem maradt el?
Nem, hát két hetente írtam, nem olvastam őket vissza azóta, nem néztem meg, nem emlékszem, hogy föltűnően rosszak, vagy szétesettek lettek volna, de ez a kapucs, ez maradt. Tehát, hogy ez a, hogy be tudtam dolgozni, és akkor valamilyen módon úgy érezhettem, hogy azért még tudom csinálni, illetve olvasni nem tudtam egyáltalán, de vettünk nekem egy laptopot, és akkor a sugárterápián üldögélve pöttyörögtem a mondatokkal, hogy érezzem magamnak, mutassam, hogy fontos vagyok. Miután ugye ezt mindketten tudjuk, saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ez egy több órás történet, mire az ember bejut általában. Így van, tehát én azt mondom, hogy a Verát, a Kégolyó elég komolyan támogatta, mert alkotói szabadságot és időt biztosított arra, hogy én ott fölkészülhessek a mondatok javítására. Szeretnék valamit kérdezni Ágotától, de előtte laikusoknak szóló podcastról van szó, és ilyen alapfogalmakat is szeretnék tisztázni. Mit jelent pontosan az a kifejezés, hogy onkológus, mert nagyon sokan ezt sem tudják. A rosszindulatú daganatos betegségekkel foglalkozó orvos, aki elsősorban gyógyszeres kezeléseket ad, ami lehet kemoterápia és célzott kezelések is. Tehát, hogy a daganatos betegeknek a legnagyobb ellátási területe az a sebészet, a sugárterápia és az onkológia. Ebből az onkológus, aki a gyógyszeres kezelést adja. És akkor a Krisztiánhoz kapcsolódó kérdés. Az, hogy vele, ugye a Ferdinánd hídon történt ez a nevezők malőrnek, hogy egyszer csak úgymond a semmiből fölbukkan egy ilyen daganat a billentő izom mögül, ez mennyiben jellemző, mennyiben gyakori, vagy mennyiben rendkívül ritka? Nem igazán ez a leggyakoribb, hogy egyszer csak ott van egy hatalmas daganat, mert ez egy eléggé nagy méretű volt. Általában inkább kisebbel kezdődik, tehát hogy valami furcsa van, és akkor kezdetben azt gondoljuk, hogy hát ez majd megszűnik. Itt azért ez egy akkora méretű volt, amire nem nagyon gondolhatta a Krisztián azt, hogy ez holnapra nem lesz ott. Ez nem a mindennapok, de azért előfordul. Hogy kerültél Petrány Ágotával kapcsolatba? Én úgy emlékszem, hogy akkor ott a baráti kör nekiállt minden kapcsolatot mozgósítani. Én azóta javaslom is barátaimnak, hogy a megijedt barátokkal óvatosan. Nekem akkor ott a nagyon kedves barátaim legalább 5 szálat elindítottak a legkülönbözőbb módokon, amelyek néha úgy keresztezték egymást, hogy esetleg olyan orvos, akivel kapcsolatba álltam, esetleg úgy érezhette, hogy fölülbírálom, vagy rosszul jön ki. Az a lényeg, hogy ebben a nagy sürgés forgásban, akkor egyszer csak azt mondtuk, hogy oké, akkor most rendet teszünk, és koncentrálunk egy irányra, hogy valaki, aki ezügyben tanácsot tud adni, az javasoljon egy orvost. Hogy végül is ki javasolta, vagy hogyan, arra már nem emlékszem, de egyszer csak azt mondtuk, hogy most már elég abból, hogy izzunk, fontoskodunk, telefonálgatunk, egy nap 5-6 orvossal beszélünk, ezzel nincs előrébb semmi. Az a lényeg, hogy az egyik barátunk ajánlott be bennünket Ágotánál, és megkaptuk a telefonszámot, és akkor azt mondtam, és ez a döntés, ez egy nagyon jó döntés volt, hogy innentől kezdve nincsen elaprózódás, nincs össze-vissza tanácskéregetés, hanem az van, hogy Ágotával beszélek meg mindent. Ugye nyilván tegeződtünk, meg hát nyilván elindult ez a kapcsolat is, hogy arra figyelek, őrá figyelek, őtől kérek tanácsot, és attól kezdve ezt így. És igazából én, ha most így szoktak barátok tanácsot kérni, ezt a következő lépésre koncentrálj, meg hogy akkor legyen meg az onkológus, akivel tudsz kommunikálni, ezt szoktam mondani, és hogy mindenféleképpen az onkológus tanácsát, onkológus kontrasebész mindig kikérni, és nagyon sokat kommunikálni esetleges műtétek előtt az onkológussal. Én csak azt olvastam, hogy nagyon idézőjebben csak sugárterápiát kaptál. Nem, műtöttek is, és a műtét után jött a sugár és a kemó párhuzamosan. Hétfőn volt a Jolly Joker napom, mert akkor kemó is és sugár is volt. És egyébként Isten nyugosztalja Morcsányi Géza vitt mindig az egyikről a másikra, aki ennek a betegségnek lett az áldozata. Amikor megismerkedett Krisztián esetével, akkor milyen prognózist tudott adni, hogy mi volt az, ami várható ebben az esetben, mennyire számított ő súlyosnak, és mennyire kecsegtetett egy ilyen jó kimenetellel, ami végül is történt? Hát azt tudjuk azóta is, hogy csak feltételezzük, hogy honnan indult ki a daganat. Tehát, hogy ebben volt egy ilyen kis nehézség, hogy... Honnan? Tehát, hogy ugye ő neki egy áttétet tudtunk meg. Tehát, hogy onnan kezdődött, hogy ez egy nagy nyirokcsoma áttét volt, ami neki volt, és utána kerestük, hogy ez honnan alakult ki. Azt, hogy kezeljük, azt kezdetben még annyira nem is tudtuk, hogy mi lesz vele, mert azt se tudtuk, hogy mi a kiindulási helye.
Én azt gondolom, hogy hála Istennek azért így a fejnyaki daganatnál azért azt mondhattuk, hogy nagy valószínűség előtt azért meg lehet gyógyítani, de hát azért annak ára volt. Összesen hány sugár? 25? 35-35 volt a maximális sugár, mert akkor ugye volt egy hullám, egy egész hosszú hullám, amikor csak a rossz hírek jöttek. Egészen hosszú ideig, olyannyira, hogy aztán még a műtét után is még rossz hírek jöttek. Úgy emlékszem, hogy ott a másik oldalról is volt még áttét, és akkor a sebész professzor úr még egy műtétet javasolt, egy nagyon súlyos műtétet, és akkor azóta is úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat az életemnek, és egy nagy döntés volt, hogy akkor Ágota azt mondta, hogy nem, hogy nincs még egy műtét, hanem elindul a kezelés. És az egy fontos mondat azért, és itt ugye kapitány Zsuzsánál ülünk ebben a stúdióban, hogy a rehabilitációnak még van esélye. Tehát, hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogy milyen áron és milyen következményekkel vészeli át az illető. A fejnyaki, ugye nem vagyok szakértő, tehát nem mondjam, de túlélhető, de nagyon nem mindegy, hogy milyen áron. És hogyha itt ezek a különböző idegek, izmok nagy mértékben sérülnek, és a nyálellátása indul el újra, nagyon sok minden olyasmi történhet, ami már olyan következményekkel járhat, hogy az életminőség szó az gúnyolódás lesz. Mondtad, hogy kapitány Zsuzsánál ülünk. Amikor volt az én betegségem, akkor már az elején a gasztromedbe diagnosztizálták ezt a betegséget, ahol dolgozik egy Balogh Zsuzsa nevű gyógytornász, aki amikor nem volt éppen kezelés, és vártam a műtétre, akkor már bevezetett a Kegel torna, tehát ez a gátizom torna alapjaiba, hogy ez a rész ott jobb kondícióba kerüljön. Ilyen volt a Krisztiánál valamilyen megelőző dolog, vagy itt ez esetben nem lehetett? Hát nem volt megelőző. Én kaptam egy munkadarabot. És azzal nagyon-nagyon sok dolog volt. Tehát én őszintén nagyon hálás vagyok az onkológusának. Emlékszem a napra, amikor fölhívott az Ágota, ott voltam a iskolában, ahol tanítok, és kérdezte, hogy mit gondolok? Szerintem tudunk segíteni valamit? Tehát elmondta, hogy milyen. És akkor mondtam, hogy persze, hát küld ide. És akkor fölhívott a Krisztián, megjelent. Akkor már mindenen túl volt, úgymond. Igen. Igen, igen. Megjelent, és hát így megrendített. Na, most tényleg nagyon őszintén. Tehát régóta dolgozom daganatos betegekkel, sok mindent láttam, de nagyon megérintett. És aztán elkezdtünk együtt dolgozni, mert erre nem tudok más mondani. Nem én, hanem vele együtt. Bocsánat, nem akarok részletekbe vájkálni, csak akkor feleljen, ha akar, de mi rendítette meg konkrétan? Elmondjam a balázsolást. Hogy ne. Hát ugye eleve ilyen magánrendelőben vagyunk, tehát itt egyedül vagyok. Már nem úgy egyedül, mert van kollega, de mégse egy egészségügyi rendszerbe. És bejött a Krisztián, és bementünk oda a tornaterembe, és annyira zavarba voltam a látványtól, annyira megrendített az elesettséget, talán inkább ezt mondanám, hogy megkérdeztem tőle, hogy ismerje a Balázsolás című versét a Babicsnak. Mert hogy ez egy olyan gyönyörű vers, és hát tudjuk, hogy az miről szól. És aztán mondta, hogy igen, persze, és aztán soha többet nem beszéltünk róla, csak aztán, amikor már nagyon jól volt, évek teltek el, és akkor megbeszéltük, hogy végül is ez nem volt egy helyén való. Hát egyébként itt került elő a témába, és aztán végül is én meg is írtam a saját balázsolásomat. Tudom, de ez most így, erre mondta Krisztián, hogy mind a ketten jól jöttünk ki belőle. Mert ő jól van, megírta a saját balázsolását, de engem megrendített a saját reakcióm. Tehát ez egy ilyen zavarba voltam, valamit akartam kommunikálni, mert nem mondhattam neki, hogy hú, de sajnálok, de szörnyű vagy. És aztán is szép csendbe elkezdtünk dolgozni. És nagyon összerázottunk egyébként, tehát én nagyon hálás vagyok neki, mert minden szakmai gesztusomra ő receptív volt, úgyhogy ezt tudom mondani. Meg ez azóta is így van. Most egy fejnyaki kezelés és műtét után miből áll a gyógytorna konkrétan? Ez elég nehéz elképzelni egy laikusnak. Hagy idézzem már a Krisztiánt, mert ő ezt olyan jól megfogalmazta. Ő azt gondolta, hogy amikor túl van a kezelésen, a műtéten, a sugaron, a kemoterápián, akkor jön a kis rehabilitáció. És akkor idejött hozzám, és akkor szembesült azzal, hogy
Mit mondott, emlékszik rá? Mennyi területet elvesztettem? Hogy fogyatékos. Hogy ő belőle egy fogyatékos ember lett. Ezt komolyan gondoltad akkor? Hogyne? Abszolút így is volt. Igen. És ráadásul ez úgy van, hogy ezt a környezettel nagyon nehéz megbeszélni, ezt maximum az onkológus orvosoddal, a feleségeddel, tehát akik itt nagyjából ezzel a körrel lehetett megbeszélni, mert egyébként a tágabb család és baráti kör teljes joggal, tehát én nem mondom, hogy bármi, nem hibáztatok ez ügyben segít, teljes joggal az öröm fázisában van. Megérkezett a negatív lelet, örülni kell, örüljél, hogy minden rendben van. Ebben az örömfázisban nincs az a retorikai helyzet, amiben meg tudod fogalmazni, na de hát én most vettem észre, hogy én nem tudok egyenesen menni, én nem tudom felemelni a lábamat, nincsen nyálam, és még sorolhatnám. Nem tudok elmenni a sarokig, mert annyira fáj a hátam. És akkor nyilván ezek olyan banális problémának tűnnek retorikai helyzetben az életeddel szembe, hogy ezt nem lehet mondani. Viszont, ja mondjuk, mit tudom, az egyensúlyérzékem elveszett, ezáltal állandóan mellé teszem a poharat. Mai napig? Nem szabad elhanyagolni a tornát, mert akkor megint az van, hogy akkor még a mikróba is képes vagyok rossz. Tehát, hogy a jövök, újra egyensúly gyakorlatok, és akkor az visszaráz. A nyáron elhanyagoltam, és akkor megint gyengébb volt, de ezért én szerintem azoknak, akik rehabilitációs szakemberek, azoknak egyúttal, tehát mondjuk egy gyógytornásznak, akinek ez a szakterülete, annak pszichológusnak is kell lenni egy személyben. Mert egyszerűen az a helyzet, hogy ez egy olyan intim szituáció, ahol a test megmutatja, hogy mennyit vesztett. És ugye addig a beteg se tud arra koncentrálni, hát addig arra, hogy egyáltalán túlélje. És akkor körbenéz, jé, hát ezen maradt. És azért akárki akármit mond, én is mondjuk voltam 43 éves, hát azelőtt futottam, azelőtt, hát és akkor ezekből semmi sem maradt. Úgyhogy ezek a feladatok álltak akkor előttem, de az tényleg nagyon fontos volt, hogy akkor álljunk neki. Tehát, hogy ugyanúgy feladatnak fölfogni, és akkor azt mondani, hogy nem baj, de akkor menjünk, csináljuk. Tehát nem az, hogy várni valami javulásra, hanem hogy akkor hogy ezek a feladatok induljanak el is indultak, hát vannak dolgok, amikkel meg kellett barátkozni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szerintem a nyálam például az már nem lesz sose olyan, mint volt. Tehát ez nem hiszem, nem baj, legalább iszom folyadékot. Most nagyon szíven ütött, amit mondtál, és nagyon nehéz megszólalni, mert pontosan ugyanezt éltem át. Én ugye engem más területen érintett ez a betegség, és amikor már teljesen úgy mondom, első pillanat, vagy nagyon korán elkezdték mondani, hogy ebből ki fogok jönni, az összes létező orvos, tehát a sebész, a kemós és a radiológus, és ugyanakkor nekem rengeteg problémám volt, és van azóta is. És akkor mondtam, hogy úgy érzem magam, mint aki fogyatékos, és senki nem értett meg, és te vagy az első, aki ezt így kimondja, és tulajdonképpen senki nem értette meg eddig. Zsuzsa, tehát egyfelől voltak egyensúly gyakorlatok, és még milyen gyakorlatok vannak? Ilyenkor az arc és a fej különféle izmait is próbálják rehabilitálni? Hát alapvetően, ha már ennyire ilyen szakmai dologról beszélünk, ugye ez a fajta nyaki érintettség, ami a Krisztiánnak volt, az azzal is együtt járt, hogy itt egy csomó nyirokrégió sérült, eltávolították, besugarazták. Tehát volt egy alapvetés, hogy az arcnak az aszimmetriáját, ugye egy arc, igazából emiatt hívott föl az onkológus az ágota, hogy tudunk-e vele valamit csinálni. Tehát a gyakorlatok, a állóképesség egyensúlyfejlesztés mellett mi rendszeresen dolgozunk az arcának, Krisztiánnak. Ez mióta tart pontosan? 5 éve. Hetente többször? Hát eleinte többször, most már hetente egyszer. Az elején hetente 2-szer találkoztunk, de legalább 3 évig. És mennyire rendeződött gyógytornászi szempontból a Krisztián állapota? Hát szerintem nagyon, de törődést igényel. Tehát nincs olyan, hogy most ő így van, és akkor így, ahogy ő meg is fogalmazta, hogy nem hagyja abba. Na most ez nem azt jelenti, hogy hozzám kell járni folyamatosan. Nekünk van egy ilyen laza szoros kötelék. A szoros azért, mert ha baj van, akkor igen. A laza azért, mert nem kell már neki annyira sűrűn jönni, de az életvitelében megpróbált változtatni, biciklizik, sportol, ha belefér, ugye elég aktív életet él. Nagyon sok munkája van, de én azt gondolom, hogy ő nagyon sok mindent maga is változtatott. Tehát emlékszem, mikor az például egy feladat volt, hogy akkor 5-ötödikre gyalog megy föl, mert kardiózni akart. Ma már ez hogy áll az 5-ötödikre menés? Az remekül. A futást nem nyertem vissza, az egy ilyen elvesztett terület.
De az már most hiúsági kérdés igazából, de az azóta sincsen, mert nekem az egy ilyen nagy lelki gyakorlat is volt egyúttal, tehát olyankor én mindig végig gondoltam az életemet. És ez kimaradt, valószínűleg egy 3,5 éves lány mellett a futás amúgy is egy luxus termék, de az nagyon hiányzik, hogy azt a területet egyáltalán nem kaptam vissza. Ezen túl azért, hogy is mondjam, én nekem kifejezetten sok fejnyaki történetet ismerek azóta, és megkerestek emberek, meg sőt segítséget kértek, vagy igyekeztek, hogy merre fordulhatnának. Én még akár olyan beteget is irányítottam ide Zsuzsához, akit ő azóta páciense, de én nem ismerem személyesen. Az enyém az egy nagyon jó történet. Tehát, hogy én ennél, ez ilyen fázisú fölfedezések után ennél azért keményebb történetekkel találkozom, szinte végig. És az a, nem tudom, ezt a nyakizmot itt hogy nevezik, hát itt a... ez a nagy fejbiccentőizom. Hogy az ugye, ha érintve van műtétileg, az egy akkora... Hát azután az élet az egy másik, és én nekem az megmaradt. Az jelent mozgásban egy elképesztő különbséget a mozgás szabadságában, és nem beszéljünk mellé külsőben. Tehát, hogy egyszerűen az, hogyha az onnan ki van véve, az egy olyan torzulást jelent az utcán, ha mész valakivel szembe, hogy lehet itt mondani, hogy mert ugyan nem kell hiúnak lenni, hát könyörgöm. Hát aki ezt mondja, az nyilván nem szembesült még ilyen helyzetekkel. Engem is mindig azzal vigasztaltak, hogy mindenkinek torz az arca, és hogy senkinek sem szimmetrikus. De hát én láttam, hogy az enyém mennyire torz, meg hogy a másoké mennyire. És aztán, amikor visszanőtt a szőr az arcomra, akkor az első dolgom volt, hogy szakállat növesztettem, és akkor ugye azt csinálom, hogy egyik oldalon jobban vágom, mint a másik oldalon, hogy megpróbálom valamelyest kiegyenlíteni a torzulását. És ezeket meg megint nem szabad elbagatelizálni, és azt mondani, hogy akkor ezek piti ügyek, mert az embernek igenis vannak szociális kapcsolatai, igenis, tehát azért ez nem úgy van. Tehát abszolút egyetértek. Judit, te hogy élted meg ezt az időszakot, amikor gondolom itt az étkezéssel is lehettek mindenféle problémák? Hát igen, nálunk az volt a felállás, és hál' Istennek most is az a felállás, hogy Krisztián főz. Tehát jól. Nem rosszul, igen. Jól. Kiválóan, remekül főz, sajnos, ez látszik is rajtam. Ha már hiúságról beszélünk, akkor legyünk közben. Ebben kénytelen vagyok cáfolni. De hát nyilván ebben az időszakban a kedves energiája nem volt rá, és nem volt étvágya, ami érthető, és akkor ott azért nekem kellett trükközgetni, meg utána olvastam, meg próbálkoztam olyan ételeket, amiket tudom, hogy szeret, és mindezt szaftossá tenni olyan állagúvá, amit könnyen le tud nyelni, hiszen nagy fájdalmat okozott neki a nyelés. De közben ugye az is ott lebegett a levegőben, hogyha a testsúlyának egy bizonyos százalékát elveszíti, akkor kapja a gyomorszondát, ha jól mondom, gyomorszondát. És hát Krisztina azt mondta, hogy mindent csinál, de ezt nem. Úgyhogy ott sajnos partner voltam a mismásolásban, és nem voltunk egészen őszintéjek, hogy hány kiló, de szerintem ez. Tehát, hogy határon volt, valószínűleg már kellett volna a gyomorszonda, de nem szerette volna, és én ezt tiszteletbe tartottam, de akkor onnantól kezdve jött a mindenféle nagyon apró, hogy hívják ezeket, a italok, a tápszerek, felnőtteknek való tápszerek, ami szörnyű. Kakaó, narancs és eper és egyéb ízesítés. Igen, én is kóstoltam. Síros. 400 kalória van egy 2 decis pohárban. És akkor jött, hogyha megiszol egy ilyet délelőtt, elmentem dolgozni, ha elmentem, általában bementem, volt, hogy belemaradtam, és akkor, hogyha megiszol egy ilyet a délelőtt, akkor megnéztem, hogy üres-e a doboz, akkor nem mondunk Ágatának semmit, hogy hány kiló vagy. Krisztián, láttam a Facebookon, hogy a megmaradt tápszereket felajánlottad valakinek, elkelt? Hál' Istennek, hát azt gondoltam, hogy legyen felhasználva, nagyon drága dolog, tehát hogy nehéz is beszerezni, meg azért, hát tényleg, ha valakinek anyagilag ez probléma, akkor meg én is kaptam segítséget is, úgyhogy meg hát örömmel adtam, meg örömmel szabadultam meg tőlük. Egyébként azóta is eszembe jutott, hogy azóta is mindig sütött nekem a feleségem úgynevezett amerikai palacsintát. És soha azóta, és egyszer mondtam, hogy egyszer már úgy megkóstolnám, hogy milyen. Mert ugye, hát akkor az ízét azt nem emlékszem, hogy milyen lenne, de azóta nem sütött. Akkor fel van adva a hétvégi menü. Hát igen, ez ki kellett érdemelni egy fránya betegséggel, hogy én a tűzhely mögé álljak. Nem szeretsz főzni? Nem.
Nem annyira, bár néha nem csinálom rosszul, mert néha azért muszáj, vagy hát néha úgy érzem, hogy nem olyan rossz talán, de nem a kedvenc tevékenységem. A Krisztián, ugye nyilván gondolom én, a tévékritika az otthon egy laptoppal leülve megalkotható. A Magvető kiadóban a sajtókapcsolati munkatárs vagy, az ahhoz állandóan be kellett járni, vagy sikerült valahogy úgy lavírozni, hogy nem? Remek csapat van a Magvetőben, úgyhogy mindenki teljes mellszélességgel tartotta a hátát, hogyha szabad ilyen képzavart mondani. Tehát nem volt kérdés, hogy én menjek, hogyha baj van, hogy én kísérem Krisztiánt. Ezeken a említett hétfői napokon én is ott voltam mindig, mert azért az nagyon durva napok voltak. A többi, az volt a kemó sugar combo. Igen, egymás után. És ugye közben is próbáltam letolni a torkán egy banánt legalább, vagy valamit, hogy legyen, de nem volt egyszerű, de ilyenkor a kollégáim tényleg vállalták át a feladatokat, és csinált, ment minden. Mindannyian tényleg remek emberek. Nagyon sokat köszönhetek nekik is, úgyhogy nem strigulázták, hogy most mennem kell, akkor mennem kell. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha ez kicsit kitérő, de hogy a Magvetőnek női igazgatója van. Tehát, és remek igazgató, de most hát, hogy azt hiszem, hogy innentől kezdve úgy tűnik, mintha szenvedicsérném, pedig nem ez a célom, csak hogy tényleg nagyon jó, hogyha egy cégnél érzékeny, intelligens nők dolgoznak, mert a humán beállítódásuk, vagy a hozzáállásuk egészen más tud lenni, mint egy férfinak. Én nem mondom azt, hogy férfiak között nincs ilyen természetesen, de a Dávid Anna is roppant megértő ilyen esetben. Bár nem csak velem, látom a többi kollégám esetében is, akár tragédia történik a családban, akár öröm, gyerekszületés, tehát hogy ez nem kérdés, hogy akkor otthon a helye a munkatársnak. Úgyhogy tényleg ez így ment. Más munkahelyen nem biztos, hogy ezt meg tudtuk volna így csinálni. A Krisztiánnak hányadik stádiumú volt a betegsége? Hát ez egy távoli áttétnek számított tulajdonképpen a nyakán, de mégsem olyan távoli áttét, mint egy szisztémás, mint hogy a májba, vagy a tüdejébe, vagy egy parenhémás szerbe adott volna egy áttétet. Ez a nyirok mirigy hol helyezkedett el? Ez a nyakon. Tehát az egy közeli áttét. Hát ez nem éppen a regionális, hanem a regionálisnál egyugrással távolabbi nyirok. Na haragudjon, ez egy laikus műsor, tehát igen, kicsit írja körül. Tehát pontosan. Nem a legelső nyirokcsomó terület, ahova tudott volna adni, hanem a következő lépcső. Tehát, hogy nem a legkorábbi nyirokcsomó áttét, hanem a legközelebbi? Nem a legközelebbi. Tehát, hogy a korai stádiumban a legközelebbiben van, és akkor picit jobb a kimenet, de hát így is ugyanezt a nyaki területet besugaraztuk volna. Csak hát most ez egy távolabbi áttétnek számított, emiatt rosszabb stádiumnak. És akkor ez hányadiknak felelt meg? Ez egy 3, ez nem 4-es azért meg. De ugye az előzőekhez úgy visszatérve, hogy én azt gondolom, hogy nem mindegy az sem, hogy tényleg, hogy hol van egy daganat. Tehát, hogy mindig azt hiszem, hogy egy fejnyaki daganat az egy különösen rossz helyen lévő dolog, mert akkor nem tudja az ember eltakarni se. Tehát ahogy kilépek az utcára, akkor úgy néznek rá, mint hogyha egy UFO lennék. Tehát, hogy ugyanez a nazogasztrikus szondával, tehát, hogyha egy tápláló szondát még beteszünk egy betegnek, akkor ez már duplán úgy, hogy látszik, hogy aszimmetrikus az arcom, látszik, hogy be van sugarazva, és még az orromból is kiáll egy szonda, ez borzalmas megélés lehet a mindennapoknak. Tehát tényleg ezt szeretnénk, hogyha minél kisebb szenvedéssel csinálnak meg az emberek. Megnéztem több anyagot, például a Róna Jegon húzós műsorát Krisztiánnal, meg elolvastam cikkeket, és mindig nagyon jóleső érzéssel konstatáltam, hogy mennyire megőrizte a humorát, és milyen jó stílusban idézi föl a tragikomikus eseményeket, amik történtek. Ön milyennek látta ekkor Krisztián? Tehát mennyire volt betegségtudata, és amikor a legmélyebben volt, akkor mennyire tudott úgymond akasztófa humort gyakorolni? Legmélyebben én azt hiszem, hogy csak kapaszkodott, tehát hogy akkor éppen a túlélésért küzdött, tehát akkor nem volt azért a humoránál. Úgy általánosságban mennyire volt betegségtudata, és mennyire próbált ettől függetlenedni? Hát volt egy olyan időszak, amikor teljesen be van erre szűkülve az ember, tehát azt hiszem, hogy akkor nem nagyon tud más csinálni, mint a túlélést. És utána, amikor már ez javul, akkor már jön a humora is. Akinek van. Te ezt hogy látod most egy év után, hogy mennyire küzdöttél az ellen, hogy kialakuljon ez a betegség, tudod? Mert én tudom, hogy nagyon erősen küzdöttem, és csináltam a hétköznapi dolgaimat. Tehát amíg lehetett, tántiskolába jártam, fitnessterembe jártam, járok most is. Tehát mennyire próbáltál leszakadni erről?
Én viszonylag gyorsan elvesztettem a kapcsolatot a valóságom, a régi valóságommal, vagy az életem kulisszáival, pontosan azért, amit Ágota mondott, hogy ennek azért külső jelei is voltak. Továbbá irgalmatlan nagy fájdalommal járt. Nem lehetett vele a hagyományos hétköznapi életben menni, mert egyszerűen ugye olyan fájdalomcsillapítókkal, amik állandóan aludtam, kába voltam, ezekkel tudtam átvészelni a napokat. Ugye igazából arra kellett koncentrálni, hogy valamennyi tápanyagot, tehát ez egy folyamatos, egész napos feladat volt. Valamennyi tápanyagot be tudjak vinni. Ennek mondjuk volt egy ritmusa, hogy már hajnalban fölkelek, fájdalomcsillapító kúpokkal elkezdem azt a minimum állapotot, hogy be tudjam venni a fájdalomcsillapítót. És akkor utána bevettem, akkor utána nem eljátszani azt a negyed órát, amíg tudok enni, akkor az nagyon gyorsan menjen, mert azt a négy bundáskenyeret, négy fél bundáskenyeret megettem reggel, minden reggel megcsináltam, akkor másképp indult a nap, tehát az mégiscsak adott valamennyi erőt. Akkor bevettem a fájdalomcsillapító, az engem elkábított teljesen, akkor a délelőtt tulajdonképpen egy ilyen kábaságban telt, majd már lehetett készülni a délutáni sugárra, az utazásra, amit ugye már egy idő után meg kellett szervezni, mert hát nagyon gyenge voltam, fertőzésektől tartottunk, tehát hogy akkor azt barátok vittek, akkor valaki jött értem. Tehát tulajdonképpen eljátszhatom azt, hogy nem volt, de igazából úgy értem, mintha Varázshegyen laktam volna. Tehát, hogy a mindennapom az a kúra volt, meg az, hogy abban élek, meg azt csinálom, és én ezt nem is kerültem el, vagy sőt, én ezt komolyan vettem, megcsináltam. Ami fontos szerintem, hogy nekem ugye van civil énem, tehát én nem vagyok azonos az íróval. És ez a civil én, ez előkerült. És ott volt, és az dolgozott, és kész. Hát és voltak a legkülönbözőbb helyzetek, tehát hogy ott aztán voltak fölkavaró helyzetek. Ágotáik osztályát akkor egyfolytában elhelyezgették, emeleteket költözgettek, meg mentek, jöttek. Ez a klinika. Ez a Semmelweis Egyetemnek az onkológiája. Felújítás volt az épületben, és ezek kalandossá váltak ott néha a kezelések, és azért volt egy pillanat, azt hogy meséljem el, meg az egy ilyen nagyon szép helyzet volt, meg fölkavaró, hogy ugye ez történt mindez a Pál utcai fiúk premierje után. Ugye a Pál utcai fiúk című műzikelnek én írtam a szövegkönyvét. És a klinikáknál fekszem egy szobába, aminek ablaka a fűvészkertre néz. Ott fekszem, és ugye lement az első ilyen, mit tudom én, micsodák, hányáscsökkentő, meg akármi, és utána az ember benyomogathatja a nővércsengőt, ami arra van, hogy megnyugodjon. Ugye a nővér az nem hallja meg, nem tud jönni, meg nem ér rá. És akkor nyomogattam egy darabig, hogy megnyugodjak, de nem jött nővér, és a feleségem elment szólni, hogy jöhet a következő adag, és össze találkozott a Marton Lászlóval, aki szintén nem üdülni volt ott természetesen. Mondta a tanárúnak, hogy jöjjön már be egy pillanatra, mert hát azért, ahogy Ágota is utalt rá, azért olyan föltétlenül a humoromat ott abban az időszakban már nem őriztem. Nem voltam azért annyira felszabadult, meg egy idő után szerintem azért nem is kommunikáltam olyan nagyon acélosan, és hogy akkor... Magyarul rosszul beszéltél. Hát én arra emlékszem, hogy egyszer bejött egy doktornő, egy főorvos, talán vagy osztályvezető, nem tudom, és beszélt hozzám, de én arra voltam kondicionálva, hogy én csak azt hallgatom meg, amit az Ágota mond. Mert ez volt a szövetség. És hogy én néztem az Ágotára, hogy megismétli-e, mert akkor addig nem hangzott el. Hát ugye ehhez azért már kellett az, hogy le voltam szedálva, és akkor szegény Ágota ott megismételgette, mint egy félkegy emlőnek, mert látta, hogy ez csak akkor léteznek, ha a mondatok, ha ő elmondta. És akkor azt láttam ott a doktornőn a másikon, hogy azért ott meglepődik. És miért? Hát mondta, most mondta. És akkor bejött Marton László. Bejött, és akkor ő meg azt a taktikát választotta, és ő meg végig úgy volt, hogy ő meg végig az maradt, aki. Tehát a rendező. Akkor bejött, és akkor elkezdett rendezni azonnal, és akkor elkezdte elővenni a problémákat, hogy mit kellett volna másképp csinálni, és belevágtunk, és ott mondta, jól csinálta, pörgetett meg azonnal, feladatokat adott meg, hogy kellett volna megírni. Elterelte a figyelmet. Így van, rögtön valahogy egy kicsit más volt, és akkor ebben a gyönyörű extázisban, ráadásul még akkor azt hiszem, hogy nem is a szokásos nővérek voltak, akiket nagyon szerettem, meg nagyon kedvesek voltak tényleg, hanem még valami a káosz szában voltunk éppen, bejött ez a szegény nővér, aki hát ott volt egy osztályon, egy vadidegen helyen egyedül. Hát ugye neki minden kívánta azt, és ezen a résznél a Marton ránézett, és azt mondta a teljes lélekkel, hogy és képzelj el, mi Pál utcaiak vagyunk, mondta a nővérnek, akinek ez ott úgy hangzott, mintha, hát azt is mondhattam volna, hogy maslakók vagyunk, tehát más. Ferentoni elmegyógyintézet lakói kiszabadult. Nagyjából így volt, és hát az teljes lesenelve azt mondta, hogy nem érdekel. És szerintem ez még a legszebb volt, amit válaszolhatott erre a mondatra, hogy az a két nyomorult az ott. A Pál utcai fiúk 35 év múlva a klinikákon. Hát azért, igen.
Martó László bajnak kégolyóban találkoztam, és én csináltam előtte vele egy 16 órás életút interjút. Én 5 évig titkoltam ezt a dolgot a szakmában, mert nem akartam, hogy engem sajnáljanak, meg akartam várni, hogy tényleg mi lesz, és az Epres Attilán kívül, akivel együtt dolgoztam, a Lackfi Milyenek a Magyarokon, más nem tudta. Tehát én annyira bízom az Attilában, hogy felvételen ott neki félrehívtam, elmondtam. És akkor összefutottam a Martonnal, neki sem mondtam. Tulajdonképpen nagyon hülyén viselkedtem, mert ő akart volna velem beszélgetni, meg állati zavarba voltam, és tovább mentem. Te miért vállaltad fel első pillanattól kezdve, hogy nyilvános ez a történet? Nem vállaltam fel azért az első pillanattól kezdve. Hát elég korán meg lehetett tudni ezt, hogy van ez a betegség. Hát amikor azt kérdezték, akkor én elmentem az Ágotához, és megkérdeztem tőle, hogy mit gondol, hogy én mit csináljak, vagy hogy csináljam. Én nem mondom, hogy előtte nem voltak már azok az élmények, hogy én azt láttam, hogy beteghibáztató hagyomány van, hogy sőt, öngyűlölet, annak a legkülönbözőbb formái, hogy a segítségnyújtás minimumai is kétségesek, nem tudunk egymással kommunikálni, és ebben az áldozathibáztató rendszerben, ez tulajdonképpen ez az áldozathibáztatásnak félre ne értsék, nem az az oka, hogy valaki a beteget hibásnak tekinti, ez egy önvédelmi technika, hitem szerint. Mert ha az illető nem tehet róla, hogy beteg, vagyis nem ő a hibás azért, hogy beteg, akkor én is beteg lehetek. Az ego védelme pedig ösztönös, az meg azt mondja, nem, biztos csinált valamit, amiért ez történt vele, mert hát én velem ez nem történhet meg. Ugye ez a sebezhetetlenség tudat, ez egy nagyon elemi része a testképünknek. És ezt én megértem. Nekem ez a világon semmi bajom nincs, de azt láttam már ott is, amit te is mondasz, hogy emberek úgy mennek a kégolyó felé, mintha a Városmajorba sétálgatnának csak, úgy körbenéznek, hogy, és akkor besúrannak a kégolyóba. Mintha nem látni, hogy hova mennek. Amikor ott vannak, és összetalálkoznak ismerősök, akkor meg úgy tesznek, mintha látogatóba jöttek volna valakihez. Na most ugye ennek mi az oka? Mivel a halál tabulett, én azt gondolom, hogy ez az oka, a halál tabulett, a halálhoz vezető egyik út is tabu, így aztán viszont a segítségnyújtás legkülönbözőbb formái elég lehetetlen helyzetbe kerültek. És nekem akkor ott rengeteget jelentett, amikor a Kóka kiállt. Kiállt egy olyan interjúra élő adásban, hogy 5 szóval gazdálkodott. Egy olyan ember, aki előtte a legnagyobb magyar színész. És nem tudom, láttad-e a játszmát, a filmet, amiben kihasználták, vagy beépítették a filmbe azt, hogy agyvérzése volt, tehát a filmben agyvérzést kap, és fölvállalta a mostani elesett állapotából származó összes külsőséget és mindent. És akkor én megkérdeztem Ágotát, hogy mit gondol, és mondta, hogy mivel számolhatok akkor, hogyha az mindbe is jött egyébként. Mit mondott, mivel számolhat a Krisztián? Azt figyelembe venni, hogy ha sokat beszél erről, akkor ráég ez a szerep. Az egy eléggé jelentős, hogy mi megbeszéltük. Tehát a másik az, hogy azért a Krisztián nem is mondhatta azt, hogy nincsen semmi bajom, mert ez látszott. Tehát, hogy valahogy úgy felvállalni ezt az egész dolgot, hogyha nem mondok semmit, akkor háta mögött beszélgetnek róla, akkor úgyis csak sutyorok. Akkor a pletyka. Így van. És akkor csak kibeszélnek, hogyha mondok valamit, akkor találjuk meg azt a mennyiséget, hogy mit mondhatok el, mit vállalhatok fel, minek mi a következménye. Tehát ez nem úgy van, hogy csak kiállok és mondok, hanem előtte ezt meg kell tervezni. Szerintem, hogy mennyit, kinek, milyen információt adunk. Ebben Judit, mint sajtós tudott segíteni? Hogy kell ezt marketingelni, úgymond? Én egy visszahúzódó marketinges vagyok, tehát én azt hiszem, hogy ezektől mindig védtem inkább Krisztiánt, hogy ne, de közben azt is láttam, hogy az ő énjéhez ez mennyire szorosan hozzátartozik. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet elvenni tőle. Tehát nem lehet elvenni tőle, hogy a sugárterápia befejezése után 3 nappal ott legyen a Műpa színpadán, ami hát mondjuk azt gondoltam, hogy nem feltétlenül helyes. És hogy abszolválta? Jól, én nagyon izgultam. Én arra emlékszem, hogy az egészet a pokolba kívántam, és valamiért csúszott a kezdés, tehát én ott ültem a nézőtéren, és nem a szokásos óra hetes kezdés volt a színházban, hanem valamiért még sokkal többet csúsztak, és én akkor már azon gondolkoztam, hogy kit hívjak fel, vagy hogy hova telefonáljak, hogy mi a baj, hogy van-e ott, vagy menjek ki, és nézzem meg a backstage-t, hogy mi történt, mert csak vele lehet a baj, de nem, hál' Istennek nem volt, nem tudom mi, de én nekem csorgott nyilván a perceket néztem az órámon, hogy miért nem kezdődik már, hogy mi a baj. De azt nagyon akarta a Krisztián nyilván, hogy mutassa önmagának talán elsősorban, hogy ő él, hogy meg tudja csinálni,
és kell neki a közönség szeretete is, az emberek szeretete is, tehát, hogy ilyenekről nem lehetett lebeszélni, és ezért nem is akartam. De én magam, tehát, hogyha csak én vagyok, és vagy valaki más embert látok, akkor mindenképpen azt mondta, nem, hogy ne. És neki is mondtam, de egy ideig, tehát, hogy csak addig, amíg az észszerű volt. Tehát elmondtam, hogy mit gondolok, de tudtam, hogy hagyni kell, mert ez erőt ad, vagy élteti, tehát, hogy így történt, azt hiszem. Így történt. Hát azért 3 hét vagy 4 hét múlva történt, nem 3 nap, egy kis költői túlzás van a dologban, de igen, 3-4 hét múlva valóban nagyon hamar. Ez orvosilag ellenjavalt? Nem, ezt is megbeszéltük a Krisztiánnal, és én most azért így visszatérnek arra, hogy én nagyon hálás vagyok a Krisztiánnak, hogy erről beszél. Tehát számos olyan dolgot él meg és ír le, amit a többiek megélnek, csak nem tudják, hogy ők ezt megélték. Nem tudják ezt megfogalmazni. Hogy érti, hogy nem tudják, hogy megélték? Hát, hogy nagyon sokszor élünk úgy meg perceket, hogy éppen magunkra nem reflektálunk. És a daganatos betegek nagyon sokat inkább, ugye túl akarok élni, és nem veszem észre, hogy miket élek át, és miket éltem meg. És ezeket a reflexiókat, amit a Krisztián leír és elmond, ez nekem nagyon fontos, és nagyon jó, mert én sem tudom másképp megfogalmazni. Tehát amióta a Krisztián ezeket megfogalmazta, sokkal többet tudok én is erről mondani. Azáltal, hogy a legkeményebb dolgokat is nyilvánvalóvá teszi, és leírja, és úgymond kőbevési? Hogy erről tud úgy beszélni, hogy ő akkor mit élt meg. Tehát, hogy ezt ki tudja mondani. Hogy nem söpri be a szőnyeg alá. Nem csak, hogy nem söpri be, hanem ezt ki tudja fejezni. Tehát, hogy ezt megtapasztalja, és ezt el tudja mondani. Az emberek általában félnek megtapasztalni is. Tehát, hogy úgy mennek át ezeken a folyamatokon, mint hogyha egy ilyen sötét verembe mennének. Tehát, hogy nem reflektálunk saját magunkra. És szerintem ez nagyon jó, hogy a Krisztiánon keresztül megélhetjük ezeket a helyzeteket is. Ugye valami népiben írtál több helyen erről, például ez a Pál utcai fiúk sztorit is ott megírtad, és még milyen történeteket vagy eseteket írtál meg? Én szerintem elsősorban a első körben a verses kötetre reflektáltam, mert ott ugye akkor sokkal inkább az érzelmi oldalát tudtam megfogalmazni még, mint a valódi történéseket. De már akkor folyamatosan igyekeztem végig gondolni, akár a fölkészülés, a lelki fölkészülés, akár az 5 fázis, ami pontosan ugyanúgy működik, mint a gyásznál. A önhibáztatás, öngyűlölet, harag. Miért pont én? Miért pont én ezeket, hogy hogyan vesszük végig, honnan lehet energiát keríteni, a szeretet újra elfogadása, hogy ezeket a problémákat igyekeztem végigvenni, és én azt éreztem, hogy ez nekem felelősségem. Tehát, hogyha én, aki ezt meg tudnám csinálni, nem csinálom, akkor én egy hazug alak vagyok. Aki nem tudja megcsinálni, és úgy nem csinálja, az nem. De ha én ezt elhárítom magamtól, akkor az bűn. És azt én nem tehetem meg. És akkor megbeszéltük Ágotával, hogy igen, akkor valamelyest eznek van egy kockázat, hogy ráég az emberre ez a szerep egy kicsit meg. És akkor rájöttem, hogy ez ahhoz képest, hogy embereknek esetleg segítséget nyújthat, ahhoz képest ez semmi. Emlékszem, hogy az akkori Magyar Narancs csinált velem egy interjút, és egy ilyen kifejezetten, hát biztos merésznek gondolt kérdés volt, hogy nem gondolom-e, hogy házalok ezzel az egésszel. Kérdezte az újságíró, aki másról sem kérdezett, mint a betegségről, és akkor ott így annyira meglepett, hogy azt tudtam tőle kérdezni, de egyébként nem volt rossz kérdés, hogy azt szeretném megkérdezni tőlem, hogy amikor eljött ide erre az interjúra, és a szerkesztőségi értekezleten szó esett arról, hogy a Grecsóval fog interjút készíteni, volt olyan kollégája, aki ne tudta volna, hogy rákos vagyok? Mondta, nem, ezt mindenki tudta róla. Ja? Akkor tehát hogy is házaltam én ezzel, vagy mivel házaltam? Ráadásul tényleg látszott, tehát hogy még nagyon nehéz lett volna úgy tenni, mintha nem. És ezen túl meg én amúgy is mindig egy alanyi szerző voltam. Mindig reflektáltam arra, ami a környezetemben történik. Amikor egy ilyen dráma történik, amely drámának mások életére nézve is lehetnek tanulságai, akkor megfogom magam és az egészet eltartom. Felelőtlen viselkedésnek gondoltam volna. És azért, amikor most megkerestél, akkor én elsőre azt mondtam, emlékezhetsz, hogy hát én azért azt gondoltam, hogy erről én már megtettem, amit megkövetelt a haza, tehát már beszéltem erről eleget. De nem ilyen körben. Az igaz, hogy így együtt még nem jöttünk össze, viszonylag így. Tehát ezt a őrsöt ritkán hívjuk össze, de azért össze-össze jövünk. Mókus őrső. Összejünk, akkor dolgozgatunk, igen. Zsuzsa, az előbb említette Babicstól a balázsolást. Az ön munkájának mennyire része a társművészetek, a vers, a líra, mennyire próbál segíteni még versekkel is? Ez gyakori, amit a Krisztiánnál tett ez esetben? Én nem.
Én nem neki akartam segíteni, ez nekem volt egy ilyen intuitív gondolat. Tehát én nem ő miatta mondtam, én a saját feszültségemet, a saját meglepődésemet tettem bele ebbe a mondatba. Jó, és hát nagyon szeretem azt a verset, meg nagyon sokféle művészetet, igen. Szóval más esetben nem jellemző? Hogy valaki, aki hozzám fordul, hát ez jó kérdés. Simán lehet, hogy volt ilyen, de nem tudatosan. Jó, tehát ezt se tudatosan használtam. Jó, ez így, ez jött. Krisztián, a Babits Balázsolás kapcsán jutott eszembe, hogy neked volt-e valamiféle lelki segítség abban, hogy úgymond a nagy elődök, tehát ugye Babits vagy Kosztolányi példája, akik szintén hasonló betegségben szenvedtek, az adott-e neked valami fajta erőt, forgattad-e az ő műveiket ez alatt a betegség alatt? Inkább a mellékeseket kutattam, meg olvastam. Nagyon sok interjút elolvastam. Fönn vannak ezek az élet, a színházi életben, meg legkülönbözőbb ilyen akkori korabeli színes lapokban. Minden szégyenérzet nélkül mesél Kosztolányi vagy Babits arról, hogy hazatért Stockholmból, és hogy mi történt a kezelésen. A nyelv mindig nagyon árulkodó, semmilyen kompenzáció nincs a mondatokban, nincs túlhajtva. A rák egy betegség a sok közül, és meséli a kezelés körülményeit, és nagyjából úgy mesél róla, mint az élet egyik fontos megpróbáltatásáról, de egyúttal egy kalandról is. Ez nekem nagyon tanulságos volt, hogy egy ilyen szégyen előtti időkből lehet valamit elolvasni, és ez működik. Aztán, hát mondjuk azt nem gondoltam volna, hogy odáig jutok, hogy oszteológiai közleményeket olvasok, de... Az mit jelent? Nem tudom, egy szaklap, de ott is olvastam cikkeket, egészen különöseket. Ott olvastam egy bizonyos Jenes György professzor írt egy cikket, és az volt benne nagyon szép, hogy ezt egyszer a sógoroméknak elmeséltem, hogy mi történt ott Babitssal. A sógornőm, meg a sógorom ültek nálunk a lakásban, és meséltem, a sógorom svéd, egy svéd pszichiáter, nyugdíj előtt áll. És mesélem neki, hogy hát 81-ben ez a Jenes György professzor, ez elment az orvostörténeti könyvtárba kikérni Babits aktáit. Egy bizonyos Antal József nevű úr volt akkor a könyvtáros ott. Későbbi miniszterelnökünk. Így van. És kiderült, hogy a Kosztolányi és Babits dokumentációt is, noha ilyen hihetetlen versek és prózák kapcsolódnak hozzá, kidobták a szocializmus ideje alatt, és ezek után a Jenes elkezdte olvasgatni a Babits leveleket, és a Stockholmból érkezett egyik levélben az volt, hogy itt küldik a leletet. Hát ezt a laikusoknak mondom, hogy a lelet, én valahogy nem ezt gondolnám, de a lelet az már maga az orvosi szakvélemény, az egy papíros, amin oda van írva, hogy az orvos mit gondol a minta alapján. És akkor azt gondolta a Jenes György, hogy azt nincs odaírva, hogy és a mintát is. És 81-ben írt egy levelet Stockholmba, hogy 1938-ban volt maguknak egy Babits Mihály nevű betegük. Én tudom, hogy maguknak csak egy beteg, de ő az egy híres költő, magyar költő. És hogy nincs-e meg esetleg bármilyen dokumentáció Babitsról. És ezek a nyomorult svédek, ugye rengeteg bajuk van szegényeknek a demokráciájukkal is, még sok minden bajuk van az élettel, de például az egészségügyük is annyira a romokban hever, hogy azt bírták válaszolni, hogy nem hogy a dokumentáció, hanem a minta eredeti lefagyasztva megvan. És ez engem nagyon fölkavart, hogy megvan Babitsnak a hangja, megvan Babitsnak a némasága, akkor én is néma voltam éppen teljesen. Elment a hangom, és megvan még ez a lelet is, amiből kiderül utána a betegsége. És ezt elmeséltem, és még azt is lehetett tudni, hogy 81-ben egy Einhorn nevű professzor adja ezt a leletet át. És a sógorom összecsapta a kezét itt Budapesten, és hát az én drága mesterem, tényleg, hogy milyen pici a világ, a Babitstól az Einhornig, és az Einhorn tanítványáig, és hogy egyáltalán is közben hogyan ér itt össze minden szál. Hogy ez gyönyörű történet. Ilyenekbe futottam bele, hogy egyébként az osztalógiai közleményekben milyen más publikációk vannak, bevallom neked őszintén, nem, én leszek az, aki... Nagyon izgat. Egyébként most elárulok egy titkot, ez nem tudom, hogy orvosi titok-e egyáltalán, de nekem volt egy fogorvosom a mostani előtt, aki egy idős ember már, úgyhogy hogy Simon Béla Gábor, akinek van egy olyan rendelője a 5. kerületben, ami teljes mértékben megőrizte az édesapja rendelőjét. Tehát a 90 évvel ezelőtti állapotokat képzeld el, egy működő múzeum, ahova csodájára járnak az építészek, meg a külföldi fogorvosok, meg a belföldiek, ahol a régi gépekbe be van téve az új kütyű, és azzal kezel, és abban a székben ülök, a szék az megmaradt a régi, a papa kezelte az egész magyar művészvilágot a háború előtt, ahol Kosztolányi Dezsőnek diagnosztizálta a papa, a prof, a gége daganatot, ugye azt hiszem valami ilyesmi, és megmutatta azt a korlapot, az összes korlap megvan, nem tudom, hogy az orvosi titok-e ennyi idő után egy halott esetében, amin ő diagnosztizálta először, hogy mi baja van Kosztolányinak, tehát azért ez nem volt
volt semmi. Itt a beszélgetés vége felé azért még én ezt rosszul tudtam, ezt a műtétről nem olvastam én sehol semmit. Ez a műtét mennyire volt kockázatos, és milyen jellegű műtét volt? Tehát tudom, hogy nem ő műtötte, mert ön onkológus, de nyilván tudja az én nagyjából a részleteket. Tulajdonképpen ezt a nyaki nyirokcsoma áttétet vették akkor ki, tehát hogy ott egy blokkdiszekció, tehát hogy azokat az összes nyirokcsomot, ami mit volt. Mit jelent a blokkdiszekció? Tehát hogy azt a regionális nyirokcsomó láncot vették ki, tehát ez egy nagy műtét volt, és a második műtét az lett volna, hogy a feltételezett kiindulási helyet is megműtötték volna, de erre mondtuk azt, hogy teljesen felesleges, mert nem is biztos, hogy ott van, nem is biztos, hogy akkora, és úgyis a kemoi radiáció az elpusztítja. Tehát, hogy ez volt a két lépés. És magát a daganatot is gondolom ki kellett venni. A daganat így bent maradt, mert hogy azt a sugár és a kemoterápia elpusztította el, mert hogy az picike volt. Tehát, hogy van olyan, hogy csak az áttétet veszem észre, vagy csak a nyirokcsomót, és tulajdonképpen a kiindulási helyet nem tudom egyértelműen azonosítani. És akkor ilyen esetben a maga daganat teljesen megszűnik, úgymond felszívódik? Azt a terápiát, amit megkapott, az nagy valószínűséggel azt elpusztítja. Csak egy akkora nyirokcsoma áttétet, mint amekkora volt a Krisztiánnak, azt nem tudta volna. Mennyi ideig tartott ez a műtét? Emlékszel-e? Nem úgy értem, hogy tudom, hogy altatásban volt, de mit mondtak utólag? Hát, hogy 4 óránál több volt, mert ugye közben még egy vizsgálatot is végeztek, ugye, hogy hogyan menjen tovább a műtét. Hogy is mondjam, én szerintem az orvosi kommunikáció az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Elképesztően fontos dolog, és egy emberismeretre kell, hogy alapuljon. Nagyon sok helyzetben túl sok információt kaptam egyszerre, én nem tudtam zárkózni hozzá. Tehát amikor a műtét felvilágosítás volt, akkor én láttam a szegény doktornőn, aki azt igyekezett már volna menni haza, mert az ő élete is rövid és nehéz, hogy haladt volna vele, és akkor én ilyen 3 mondatonként ablakhoz mentem, mert mondtam, hogy nem ragudjon, én ilyen ágyom magam. Tehát, hogy érti, hogy én tegnap még mentem az utcán, és semmi bajom nem volt, most meg olyanokat mond, hogy mi történt, szóval, hogy ezt én nem, tehát nem tudom elfogadni, hogy egyik percről a másikra elvették, meg nincs, meg hogy ez így van. Az már valahogy, hogy egyébként jó, ilyen hosszú lesz, meg nyaki ütőér, meg hogy rendben van-e a minden, azt akkor megkérdezték, hogy rendben van-e. Nem, semmi nem volt rendben, Magyarországon soha senkinek semmilyen nincs rendben, és akkor fel kell hívni egy ügyvédet, és hogy jöjjön már gyorsan, és banális, de mégis legyen már egy végrendet, ha bármi van. Mert nyaki ütőér mellett 4,5-es műtétni, akármi lehet. És azt is most tényleg csak, amikor erről beszélgettünk pont a svéd rokonokkal, tehát döbbenten kérdezték, hogy hát tényleg nincs, hogy mi úgy élünk, hogy nincs végrendeletünk. Hát a végrendelet nem a halottakért van, nem azért van, mert meg akarunk halni, hanem az élőkért, akikkel törődni akarunk. Tehát, hogy ezeket így felkészültünk, de én szerintem én a műtétet jól viseltem, vagy én abból viszonylag hamar fölépültem. Az ahhoz képest, szerintem a mélypont a sugárterápia befejezése utáni 2. hét volt, akkor szerintem akkor volt az a pont, amikor én egyszer, és akkor itt ne ezzel zárjuk, de már tulajdonképpen kiugathatunk a végére, lassan valóban eltelt az idő, hogy akkor felhívtam nagyon elkeseredve vágót, tehát hogy most nagyon nagy a baj. Tehát most már aztán tényleg nem tudok nyelni, tényleg semmit nem tudok magamhoz venni. Akkor kaptam még egy segítséget, amivel át tudtunk lendülni egy szteroidos pillanatban arra, hogy azt a 3 vagy 4 hetet, ami akkor a legsúlyosabb volt, azt valahogyan túléljem. Egyfelől egy jó zárás, de még tényleg egy legutolsó kérdésem van, hogy tudom azt, hogy nagyon alapjában megváltozott az életem, és egész másképp látom a világot, és ma már úgy érzem itt a 6. évben, mintha nem is velem történt volna ez a dolog, tehát mintha valami másik ember lett volna, és ugyanakkor rengeteget, hát ha lehet ilyet mondani, rengeteget kaptam is ettől a betegségtől, önismeretet és önfejlesztést. Nálad ez hogy van? Én azért nem felejtem el. Én azt hittem, hogy engem nagyon megváltoztatott azért. Tehát én szerintem... Rossz értelemben? Nem. Jóban is és rosszban is, de sok mindenben más vagyok. Én nem vagyok olyan, mint előtte voltam. Külsőre se, belsőre se. Lehet, hogy a feleségem nem így gondolja, hogy alaphabitusokban nem változtam meg, és az valószínűleg így is van. Egy személyiségnek nagyon sok összetevője van. Nagyon sok minden határozza meg a habitusodat, a lendületedet, a tempóidat, a hangodat, ahogy föl tudod fogni a világot, és ezekben a részletekben, ezekben a szeletekben viszont nagyon megváltoztam. Nagyon sok helyen megváltoztam. Előnyömre, hátrányomra, tehát, hogy nem gondolom magam bölcsebbnek, de más vagyok, az biztos. Ez valóban úgy van szerintem, tehát hogy ez nem abban az értelemben vett betegség, ahogyan a betegségeket úgy egyébként van. Ugyanis sose lesz az az állapot, mint a betegség előtt volt, és a hagyományosan gondolt betegségek
betegeknél ez úgy van, hogy a gyógyulás az azt jelenti, hogy rehabilitálódik az eredeti állapot. Itt nem ez történik, se lelkileg, se testileg. Rengeteg minden jön, rengeteg minden elmegy, én sok minden örömet, a hitem megerősödését, a hangom visszanyerését, a családomat, sok mindent kaptam. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ez a mérleg csak az egyik serpenyőben lenne, de nem az az ember vagyok, aki voltam. Judit, hogy látja, ha már meg lett szólítva? Igen, valóban megváltozott. Én benne mindig ott a kérdés, hogy amúgy is öregszünk. Tehát, hogy mindannyian öregszünk, mindenkit érnek traumák, nyilván nem feltétlenül ilyen kemények, vagy ennyire emberpróbálóak, de nem tudjuk, hogy mitől változunk, és nem maradunk egyformák. Hál' Istennek. Mármint, hogy nem maradunk ugyanazok, mint hogy 20 évesek voltunk, én se lettem az, vagy én se maradtam az, és az nem biztos, hogy baj. Vagy szóval, hogy ez egy állapot. Nagyon szép, mély lett a hangja. Ahogy olvastam, arra gondoltam, hogy megerősítette a kapcsolatotokat ez az egész. Ez nagyon nehéz válaszolni. Nem volt semmi baj a kapcsolatunkkal. Remélem, azelőtt se igazán nagy bajok. Ez a természetes. Tehát én eléggé két lábbal a földön álló ember vagyok. Tehát igyekszem nem bele magyarázni dolgokat semmibe, hanem adottságnak venni azt, ami van, és persze hálásnak lenni. Tehát, hogy az viszont megvan, hogy minden este hálás vagyok azért, hogy itt vagyunk, hogy élünk, és rengeteg tragédia történik a világban, meg körülöttünk is, közelebb is, távolabb is, és hogy mi jól vagyunk. Annyit emlegetük a balázsolást, hogy podcastunk végén mindkét vers megszólal. Grecsó Krisztián Babits Mihály, a 30Y-os Beck Zoltán pedig Grecsó művét idézi meg egy közös előadó estjükön. Grecsó Krisztián, balázsolás. Babits Mihály, balázsolás. Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs. Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon. És úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág között kinéző ijedtőzike. Tél közepén, Balázs napon, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az oltár előtt. Rekedten rimánkodom, csak vegyél észre. Kisgyerekként rajongva féltem az Istent. Márton nagyapám és Juszti mamám házában a hit hatalmas volt. Tágas és sérthetetlen, mint a füstölő láthatár. Velünk lakott másfél szűk szobán, ahogy Pisti bátyám, Zsuzsa néném, velem várta a buktát hajnalban a teremtő. És erről neked tudnod kellett. Hiszen naív révülettel néztem Jézus és Mária cingár agyagszobrai közül a tartózkodó semmibe. És bár sosem ejtettük ki a neved, anyám hittel járt velem a nővérek sajnálatába haza, milyen beteges kisfiú, a te öntudatlan hiteddel, és lehet-e méltóbban dicsőíteni valakit, mint nem tudni róla, hogy van, mégis érezni a hiányát, remélni, hogy abba a sűrű űrbe, végleges vákumba, hegesztetett hiátusba teremtetett szent. Van ott valaki. Segíts, Balázs! Hisz a te szent gégédet is késekni szállták, mikor a gonosz pogány kivégzett. Tudhatod, mi az? Te ismered a penge élét, vérízét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, s a fulladás csatáját és rémületét. Segíts! Hát, ott vagy-e tényleg, Szent Balázs? Ne a 65 kevés férfit nézd, kik magukat mérték hozzád. Megfúltak, hiba lenne törődni őket, méltatlanok maradék időmre. Ne hallgasd a fenevadak sírását, a karmok nyöszörgését, nekik majd ad az élet, még övék a paradicsom. De az én édesanyám, hallgasd, úgy sír, ahogy akkor, ahogy majdnem 40 éve a Szentesi Kórház gyerekosztályán a bárányimlőtől lázas fia mellett tanult anyaként sírni. És mióta megvágták a nyakam, mérget töltöttek belém, megégtem, és elfelejtettem nyelni. Hozzád zokog szakadatlan. Hogy tél közepén, Balázs napon, amikor megjön az első emerlelet, amikor kiderül, ima volt-e mégis ez a tengernyi szenvedés, ami ugyan a te kínjaidhoz nem mérhető, de már megbocsássa, te erődet és hitedet se adták hozzá, hogy kímélj meg neki. Óvd meg az anyámnak, hadd lehessek egykor volt, szép, ödémás, égett arcú, szerető fia. Thank you.
Ez volt a rákeltérítő. Grecsó Krisztiánnak, Árvai Juditnak, dr. Petrányi Ágota onkológusnak és kapitány Zsuzsa gyógytornásznak köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóinknak pedig köszönöm figyelmüket. Nézzenek, hallgassanak minket a jövő héten is, iratkozzanak föl podcast csatornáinkra, van már bűnügyi, gasztronómiai, közéleti, környezetvédelmi és zenei műsorunk is, aki pedig teheti, támogassa a Telexet. A viszonthallásra!